összesen 10 diák vehetett át nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj elnyeréséről szóló oklevelet a Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban. Ezt a díjat azok a kiemelkedően tehetséges idegen nyelveket tanuló fiatalok kaphatják meg, akik az iskolai feladataik mellett komoly közösségi munkát is végeznek. A 18 éves Oszkó Katalin nem hagyományos váb családból származik, szorgalma és rátermettsége mégis alkalmassá tette az ösztöndíj elnyerésére. Én csak ide kerültem, tehát testvérem is ide járt, és nagyon megtetszett neki ez az iskola, és akkor én is úgy döntöttem, hogy akkor itt tanulok tovább. Nagyon érdekelt a német nyelv, és szeretnék is majd Németországra utazni, vagy pedig Olaszország német ajkú részére. A mostani általon nem csak Tolna megyei diákok munkáját ismerték el, a magyarországi németek általános művelődési központjából 6 tanuló pályázó sikeressen. Az én családomnak is ugye sváb family vannak, és hát mi is ápoljuk a hagyományokat, mindig a mamám is süt házi keltésztát, meg kalácsokat, és igazából én már fiatalon megismerkedtem a magyarországi németek kultúrájával, és hát nagyon érdekelt, és nemzetiségi óvodába is jártam, iskolába is jártam Várdomra, és úgy gondoltam, hogy hát érdemes, hogyha már ennyire érdekel, akkor német nemzetiségi részen folytatom a tanulmányaimat, és akkor ezért mentem az MNAMK-ba, mert ott nagyon fontos szempont az, hogy ápolják a svábok hagyományait, és akkor hát ugye több program keretében valósul ez meg. Ugye én is járok az Emzige Hendére, ami egy olyan csoport, ahol különböző programokat szervez nekünk a tanár úr, és hát múltkor például mézes kalácsot sütöttünk sváb recept alapján. Az ösztöndíjban részesülő diákok mindegyike már most fiatalkoruk ellenére és komoly részt vesz ki a lakókörnyezetük német kultúrájának ápolásából. Ez egy kellemes időtöltés végül is nekünk, mert szeretjük ezt a témát, szeretünk róla beszélgetni, és hát ugye szóba esett az is, hogy volt ez a teátertág, ugye színházi nap is, ugye, hogy én is szervezkedtem, ott segítettem szervezkedni, és hogy igazából ott is alap volt az, hogy a sváb kultúrát valamilyen szinten belevigyük az egészben. A programot 2011-ben indított el Magyarország kormánya, kifejezetten olyan rendkívül tehetséges középiskolás diákok számára, akik a világ legrangosabb egyetemein anyanyelvi környezetben szeretnének később tanulni. 2010-ben, mikor elkezdtünk kormányozni, akkor letettük azoknak a feladatoknak az alapjait, amelyek a nemzetiségek lemorzsolódásának a megállítását szorgalmazzák, adott esetben pedig megfordítani azt a nagyon negatív folyamatot, amit elindult. És mindenképp fontos volt ezen belül az oktatásnak, a nevelésnek is a kérdése. És nem véletlenül hoztunk meg olyan támogatási lehetőségeket, jogszabályokat is, amelyek megerősítették a nemzetiségi oktatást. Ennek eredményeképpen több mint 8-szorosára nevelkedett a nemzetiségi iskoláknak a jelenléte szerte az országban, most már 100-at tartanak fönn. A kezdeményezés valóban sikeresnek bizonyult, hiszen mostanra meg sokszorozódott az igénybe vehető támogatási összeg, ez pedig annak köszönhető, hogy évről évre egyre több pályázat érkezett be a magyar diákoktól. Nagyon fontos volt az is, hogy jelezzük a diákoknak, a fiataloknak azt is, hogy az a törekvésük, amely részben szolgálja saját tanulmányi eredményeket és jó eredményeket. Másrészt pedig, ha a közösséget szolgálnak, ezt valamilyen módon mégiscsak honoráljuk. Talán csúnya szóval mondtam, de mégiscsak ez volt a cél. És a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2011-ben alakult meg, akkor indítottuk el, és azóta több mint 270 fiatal kaphatta meg. De miután mind a pedagógusok, mind pedig a diákok is jelezték, hogy néha ez feszültséget okozott egy-egy osztályban, nehéz volt dönteni, mert sok tehetséges gyermek van. Ennek létszámát most megemeltük annyira, hogy szeptembertől most már egy iskola 4 helyet már 12 gyermeknek a jelölését küldheti be. Az átadón tehát 4 Tolna megyei és 6 Bács-Kiskun megyei fiatal munkáját ismerték el.